Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy villámhír szeptember 28-ára. A mai nap Svati hatása alatt van. Ez jelenti egyrészt a szellőt, a könnyűséget, a mozgást, a függetlenséget, különösen a férfiakra hat ez ki, náluk van most ez az elképzelés. Ami Svatit még jelenti lefordítva magyarra a szanszkrit nyelvből, Sva jelenti a mi énünket, Áti pedig jelenti a lelki dolgokat, vagy egy lelki kapcsolatot mély érzelmekkel. Az lehet, hogy most nincs meg ez a kommunikáció, de mégis megvan a kapcsolat, ez a lelki kapcsolat, hiszen érzed őt, vagy ő gondol rád, lehet, hogy te álmodsz róla, vagy fordítva van így, hogy ő álmodik rólad. És megvan ez a lelki út, ez a lelki utazás, ahogy ez a kép is mutatja. Megvan a kapcsolat, hiszen ő a te lelki társad, vagy te vagy az ő lelki társnője. Szaturnusz bolygó, az a sors bolygója, és őrzi a kármikus témákat. Szaturnusz bolygó visszafele tekint, ez utal a múltra, itt lesznek kármikus emlékek. Mars bolygó szimbolizálja a férfiakat, és egy nagyon jó kapcsolatban áll jelenleg Szaturnusz bolygóval. Tehát a férfiak visszafele tekintenek, a múltba lesznek kármikus emlékek, lesz egy kármikus kapcsolat, ez a lelki kapcsolat, amit Svati szintén jelent. A hold közeledik a lefele mozgó kármikus csomóhoz, ami szintén a múltra utal, és az érzelmekre. Tehát aktiválja az emlékeket, az érzelmeket, akkor is, ha nem beszéltek most bizonyos dolgokról, de érezni fogod a könnyűséget, a harmóniát, és azt, hogy gondolatban, érzelmileg összetartoztok. Megvan ez az erős kapcsolat, és itt lesznek kármikus témák, kármikus emlékek, kihatnak a te érzelmeidre, és kihatnak az ő érzelmeire is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera.